Tisztelt Országgyűlés, napirendelőti felszólalása jelentkezett Burán Sándor képviselő úr, Párbeszéd képviselőcsoport a helyzetről címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár urak, tisztelt képviselőhölgyek és urak. 2015-ben már súlyos figyelmeztetés érkezett az Európai Uniótól, hiszen akkor lefolytattak, illetve befejeztek egy átfogó vizsgálatot az uniós közbeszerzési pályázatoknál, és nagyon komoly szabálytalanságokat találtak. 2015-ben minden harmadik, negyedik eljárásban találtak valamilyen szabálytalanságot, óriási botrányt keltve, természetesen méltán, hiszen egy botrányos gyakorlatról beszélünk. Azt hihetnénk, hogy ennél már nincs lejjebb, de sajnos szomorúan kellett megállapítanunk, hogy van. Hiszen az Unió nemrég nyilvánosságra hozott adatai szerint, mintegy 29 vizsgált uniós pályázatból 24-ben találtak szabálytalanságokat. Tehát nem minden harmadik negyedikben, hanem majdnem a teljes mintában szabálytalanságot találtak, és ez azért mégiscsak példátlan, és ahhoz képest nem is övezi a nagy figyelem ezt a hírt. Ha megnézzük egyébként, hogy ezeknek a vizsgált és elmarasztalt pályázatoknak kik a nyertesei, akkor ismerős nevekre bukkanunk. Ott van a nyertesek között Orbán Ráhel fideszes ügyvédje, de ott van természetesen Mészáros Lőrinc és baráti köre is. Most már legalább pontosan tudhatjuk, hogy Mészáros Lőrinc mivel és mennyivel okosabb Zuckerberg úrnál, aki a Facebook tulajdonosa. Zuckerberg úr azt hiszi, hogy a piacról kell megélni, és ez szerint gyűjti a vagyonát. Mészáros Lőrincnál sokkal jobban tudja, hogy nem így kell eljárni. A fényes karrierhez, a gazdagodáshoz, a példátlan gazdagodáshoz pontosan elegendő, hogyha valaki kiváló kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázatok visszatérő eleme volt, a szabálytalanságok visszatérő eleme volt a jelentős túlárazás. A kiíráshoz képest az odaítélt értékeknél mintegy 70 milliárd forint túlárazást találtak az ellenőrök, és azért ez egészen egyszerűen példátlan, és világosan rámutat arra, hogy a közpénzek megcsapolásának mi a kedvenc technikája a Fidesztél, illetve a Fidesz közeli oligarcháknál. Közel 1000 milliárdos szerződési értékű mintát vizsgáltak meg, és olyan összegű bírságra számíthatunk, ami meghaladhatja akár a 100 milliárd forintot is a szabálytalanságok következtében, ami szintén egy példátlanul magas összeg, olyannyira, hogy a tudósítások szerint kormányközeli források fontolgatják, hogy egyszerűbb lenne az Európai Unióval egy általányban, 10%-os általányban megállapodni, büntetési általányban, mert akkor a büntetés 100 milliárd forint alatt maradhatna, hogyha tételesen egyenként ezeket a vizsgált és szabálytalannak ítélt projekteket végigvesszük, akkor pedig a büntetés meg fogja haladni minden bizonnyal a 100 milliárd forintot. Különösen felháborító, hogy szabálytalannak találták azt a gyakorlatot is, hogy a kancellária a közbeszerzések ellenőrzését kiközvetítette. Ezt külső cégek és ügyvédi irodák végzik el, és ezeket az ellenőrzéseket nem csak, hogy nem végezték el hatékonyan, hanem több milliárd forint megrendeléshez jutottak. Tehát piacot szereztek, bevételhez, milliárdos bevételhez jutottak, a munkát meg nem végezték el, mert ha pontosan végigviszik az ellenőrzési feladatokat, és pontos megállapításokat tesznek, akkor nem kerül sor erre a fiaskóra, és nem találja az Unió szabálytalannak ezeket a pályázatokat. A vizsgált nagyobb beruházások közül csak néhány, a 3-as metróvonal rekonstrukciója, a Budapest-Esztergom vasútvonal, a szántott Köröshegy, Balatonszentgyörgy, illetve Fonyód-Kaposvár vasút fejlesztése, a Püspökladány, Ebes vasút rekonstrukció, az M4 Berettyóújfalui Nagyberki autópálya építése többek között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ilyen példátlan mértékű lopás után, és ilyen példátlan mértékű szabálytalanság sorozat után az ember azt gondolná, hogy a kancellárián fejek hullanak. De nem ez történt.
Ehhez képest milliárdos jutalmakat osztott szét Lázár János még távozása előtt, olyannyira, hogy az ott dolgozók fejenként és átlagosan 4,6 millió forint jutalmat kaptak, beleértve a portást és az állami felsővezetőket is. 4,6 millió forint jutalom fejenként, ahhoz képest, hogy 29 pályázatból 24 szabálytalan. Ez egészen egyszerű felháborító. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr.